Akkor imádkozom, jó? És szerintem, mert leültünk, meg minden, akkor szerintem elkezdjük most. Köszönjük, mennyi atyánk, ezt a lehetőséget, urunk, ilyen sokat kapunk ezeken a napokon. Segíts, hogy tudjuk ezeket befogadni, segíts, hogy jó helyre kerüljenek egyrészt a fejünkben, de másrészt majd a szívünkben és a gyakorlatban. Tényleg az a célunk, hogy tanuljunk és fejlődjünk, jobban végezzük azt a szolgálatot, amit ránk bíztál, úrunk, és kérek, hogy itt az imádság területén is legyen egyfajta előre haladás a te kegyelmed által. Amen. Amen. Azt tudjátok, hogy eredetileg, mikor megbeszéltük a szemináriumokat, ugye Sámuel, az volt, hogy akkor imórát fog tartani, és akkor tegnap mondta nekem, hogy ő kicsit tanítani fog az imádságról, és akkor megijedtem, hogy akkor lehet, hogy ugyanazokat fogja mondani. Kiderült, hogy nem, úgyhogy bent maradtam, hogy halljam, amit mondott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit fogok mondani leginkább, tehát ez tényleg más lesz, és én úgy éreztem tegnap, egy jelentős része, ugye akár a személyes imádságunkról, ima életünkről szólt, a mai napon mindenképpen itt a gyülekezeti imádságról fogunk beszélni, gyülekezeti ima életről fogunk beszélni, hogy tudjuk azt erősíteni. És használtam ezt a szót, hogy kultúra. Ugye, tehát az imádság kultúrájának a kialakítása a gyülekezetben. Benne vagyok most, és ezt nem mondtam tegnap az egész közösségnek, nem azért, mert nem akartam, csak egyszerűen nem jutott eszembe, hogy pontosan kellene említeni, de mivel a mai napon egy pár illusztrációt fogok mondani a plántálásunkból, akkor csak mondom itt az elején, hogy Budapesten belekezdtünk egy gyülekezet plántálásba, és hát tavaly a konferencia után éreztem, már régebben is tudtam, hogy kellene, de éreztem, hogy akkor most kellene, és hogy a Budapest belvárosába kezdtünk bele egy plántálásba. A plántálásunknak a neve egyébként az, hogy fókusz gyülekezet. A célunk az, hogy Krisztusra fókuszáljunk, fölfelé nézünk, fölfelé mutassunk. És nagyon-nagyon érdekes, mert jelen pillanatban ugye pásztorolok egy gyülekezetet, amit alapítottam 24 éve ezelőtt, az Esztergomi Baptista gyülekezet. Közben csapatot, plántáló csapatot próbálok építeni Budapesten. És úgyhogy van egy teljesen új, és van egy 24 éves gyülekezet. Ugye 3-4 éve ezelőtt akkor beleléptünk ebbe a vertikális látásba, és ugye én azt mondom, hogy Esztergomban bizonyos értelemben próbálom a gyülekezeti kultúrát reformálni, ha így lehet mondani, vagy változtatni. Nem mindenben kell, de van, amiben kell. Budapesten pedig a nulláról indulhatunk, és egy nagyszerű lehetőség van, én azt mondom, hogy gyülekezeti kultúrát építeni. Mi az, hogy kultúra? Én azt gondolom, hogy fogunk erről beszélni, hogy a gyülekezeti kultúrának a kialakítása, talán fontos lenne tisztázni azt, hogy most nem veszi az adást, nem tudom, próbáljuk, be van kapcsolva. Oké, itt van. Jó, most egy kicsit ez egy világi meghatározás, a vállalati kultúráról van itt szó ebben a cikkben, de ez talán segít nekünk kicsit megérteni azt, hogy miről beszélünk, amikor azt mondja, hogy gyülekezeti kultúra. Ugye azt írta ez a kedves hölgy, definíció szerint a szervezeti kultúra a szervezet minden tagja által elfogadott, közösen értelmezett erőfeltevések, értékek, meggyőződések, hiedelmek, rendszere, amely tartalmazza kívánatos magatartást és azt a gondolkodásmódot is, amely által a céges környezet minden apró részlete értelmet nyer. Most lehet, hogy ez elég bonyolult, de hadd, én kicsit átírtam gyülekezet számára. Jó, ez a gyülekezeti kultúra, a gyülekezet minden tagja által elfogadott, közösen értelmezett, és figyeljük ezeket a szavakat, előfeltevések. Ezek olyan dolgok, amiket nem kell kimondani feltétlenül, ezt mindenki tudja, hogy ez így van. Értékek,
mi az, ami fontos, meggyőződések és hiedelmek, tehát mi az, amit hiszünk és vallunk. Ennek a rendszere, amely tartalmazza a kívánatos magatartást, mi az a maga, tehát a viselkedést, nem? És azt a gondolkodásmódot is, amely által a gyülekezeti környezet minden apró részete értelmet nyer. Mi az, hogy kultúra? És próbálom ezt akkor, jó lehet, hogy ez egy bonyolult megfogalmazás, de hogy beszélni egy kicsit, hogy mi az, hogy kultúra? Na, az életemben nagyon-nagyon sok gyülekezetbe fordultam meg, tehát én azt mondom, Amerikában voltam 250 gyülekezetben biztos, Magyarországon egyszer próbáltam számolni, vagy 70-80 gyülekezetben. Tehát sok-sok gyülekezetben voltam, és vannak dolgok, amik, tehát ha belépsz egy gyülekezetbe, vagy töltesz ott időt egyáltalán, akkor érzed azt, hogy na, ez ennek a gyülekezeti kultúrának egy része. Beszélhetnénk itt az öltözetről. Jó, itt van egy férfi, aki prédikál szakadt nadrágba. Tehát igazából mit gondoltok, hogy akik oda járnak gyülekezetbe, valószínűleg hogy öltözködnek? Szerinted nakkendő, zakó, csak a pásztor. Nem. Tehát valószínűleg, hogy ez a gyülekezeti kultúra, hogy laza öltözetbe megyünk a gyülekezetbe, nem? Ha valaki megjelenik ott zakóban, nyakkendőben, hogy fog érezni magát? Hoppá! Jó, és legközelebb, következő héten hogy fog öltözködni? Valószínűleg nem. Tehát nekünk volt egy érdekes dolog, hogy az elmúlt évben jött valaki egy sokkal konzervatívabb gyülekezetbe, és kezdtek járni, ugye először nyakkendőzakó után, csak a nyakkendőzakó nélkül után, már a nyakkendőt is elhagyta, lassan pólóba és rövid nadrágba fog jönni, nem, csak viccelek, de igazából ugye idő volt, de mi ez, tehát valaki mondta egyszer, hogy neki, hogy kell öltözni? Senki nem mondja. Általában. Van, ahol igen, bocs. De a legtöbb helyen nem kell kimondani, nem? Az emberek belépnek, körülnéznek, és jó, itt ez a gyakorlat, és vagy belesimulnak, vagy nem. Jó, ott van az, hogy csendet kérünk. Most általában imaházban nem írjuk ezt ki, de voltam olyan gyülekezetben, tehát hogy belépsz, és ugye mi gyülekezetünkben mindenki beszélget hangosan, tehát úgy kell ugye integetni, meg próbálni ugye a figyelmet megragadni az alkalom elején, mert mindenki ugye beszélget, és akkor beléptem egyszer kétszer, hogy valakivel bementem, beszélgettem, és akkor hirtelen körülnézel, és mindenki rád néz, és hót csend van, nem? És akkor körülnézel, igen, és bejön a következő csendben, leül, meghajtja a fejét, imádkozik, és csendbe várja az alkalmat, nem? Nem mondom, hogy egyik jó, másikra, én csak azt mondom, ez kultúra, nem? Nincs általában egy tábla kiírva, hogy csend kell, vagy nem kell, hanem egyszerűen, tehát ezek olyan dolgok, amelyek csak természetesek, azok, tehát ki az, tehát a te gyülekezetedben mennyire pontosan kezditek az alkalmat? Hol vagytok ti, akik mindig pontosan kezditek az alkalmat? 1, 2, 3, jó, oké. Okay. Gratulálunk nektek. Hol vagytok, ahol 5 perc csúszás az lehet, de csak 5 perc. Kb. 5 percet engedtek. Jó, 10 perc. Hol van az, hogy 10 perc elmegy? Nálunk 5 perc. Tehát én mindig azt mondja, halálpontosan kezdjünk 10 óra 5 perckor. Jó, tehát halálpontosan. És komolyan mondom, a dicsőjét a csoportnak, 10 óra 5 perckor kezdjünk. Tehát, jó, de nem 10-kor. De 10 perc meg van engedve, jó. Hol van az több, mint 10 perc? Oké. Okay. Jó, tudom, egy kicsit olyan, mint a bűnvallomás, de... És tudjátok, az emberek ezt megtanulják, és bizonyos értelemben ez ennek a gyülekeznek a kultúrája lesz. Egyikbe, igyekezni kell, mert az biztos, hogy már mindjárt kezdődik. Másik, van időnk, nem? Hát ráírunk. Tehát
ez kultúra. Tehát, hogy hogyan öltözködünk, hogyan öltözik a pásztor. Ugye itt van az, hogy egy énekes könyvben, most ez már nagyon rég, ugye? Tehát még én azt mondom, a hagyományos gyülekezetekben is ott a vetítés, és 10 éve ezelőtt ugye ezen vitatkoztunk, hogy bűne ugye kivetíteni a szöveget, és akkor most mindenhol gyakorlatilag van, de lehet, hogy az, hogy most ugye énekes könyv, most a gyerekek bent ülnek az Isten tiszteleten, vagy kimennek, ez is kultúra. Nem? Tehát, hogy ezek olyan dolgok, ami nem szoktunk, tehát az ember, aki belép és elkezd járni a gyülekezetbe, tehát nem kap egy leírást, hogy itt figyeljetek arra, mert még mindig 10 perccel később fogunk kezdeni, figyeljetek erre. Tehát nem. Tehát ez csak a gyülekezeti kultúrában benne van, ezekre rá kell jönni bizonyos értelemben. Akik már ott vannak, ez már nekik természetes. Ez már nekik természetes. Nem is gondolnak rá. Miért tettem oda azt a kávés poharat? Ugye, mert most jöttem vissza Amerikából, és én láttam azt, hogy most Amerikában úgy látom, hogy ilyen kis kávézó nélkül nem is lehet gyülekezetet plantálni. Tehát ha nem tudsz egy jó kávét adni az embereknek, akkor felejtsd el. Bocsánat, ezt nem így gondolom, de majdnem úgy tűnik, tehát láttam egy táblát egy imaház előtt, hogy az volt, hogy Isten tisztelet plusz kávé. Jó, tehát az Isten tisztelet önmagában nem elég, tehát arra, hogy az ember menjen, de ha kávé van, akkor megyünk. És érdekes a budapesti helyzetünk, hogy nem így szándékos lett, hogy egy kávézóban jövünk össze. De én azt attól tartok, hogy ez kultúrában, gyülekezeti kultúránknak a része lesz az, mert annyira jó az, hogy vége van az istentiszteletnek, és mindenki kiül, és mit csinál, leül a kanapéra, ilyen jó kanapék vannak, és akkor kicsit kávézgatunk, és mondanak, hú, tehát ez akkor biztos, hogy lassan a kultúrává válik. Tehát miért? Mert ahogy alakulnak ezek a dolgok, ugye csak egyszerűen a gyülekezet kultúrává válnak. Most, ugye milyen bibliai példákat látunk, tehát itt van egy ige, és amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szerettek imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon ajtódat bezárva, imádkozz a te atyádhoz, atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Most az első századi, mondjuk zsidóságnál, ott Izrael területén, tehát mi volt az imádságnak a kultúrája? Hangosan imádkozunk, hogy emberek lássanak bennünket. Lehet, hogy azt mondja, ez a farizeusok, de ugye a farizeusok eléggé meghatározók voltak a zsinagógákban, a zsinagógai életben, bár ugye nem voltak úgymond többségben, mégis ugye kultúrtörténelem szerint ők nagyon meghatározók voltak, és tehát talán ez alakította a kultúrát, hogy hogyan gondolkodtak az emberek az imádságról ott, nem? Hogy akkor az imádság, igen, akkor kiöltözve, a megfelelő ruházatba, a megfelelő módon, szép, gyönyörű szavakkal, és az emberek előtt, az emberek hallják, így kell csinálni. Mit csinált Jézus? Kultúrát akar változtatni, nem? Kultúrát akar reformálni, ami egy nagy kihívás, készüljetek fel erre, ha a gyülekezetedben kell kultúrát változtatni. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz. De Jézus ugye belevág itt, és azt mondja, rosszul gondolkodnak az imádságról, ugye, mert a kultúra alakítja a magatartást, és a gondolkodásmódot is, nem? Úgyhogy változtatni kell ezeken, nem egyszerű. És Jézus ugye belekezd abba, hogy
nem a külső, nem az, hogy nem szabad nyilvánosan imádkozni, hogy ez akkor félreértelmeznénk itt a lényeget, hogy a hiba az volt, hogy lássák őket az emberek. Ez volt a lényeg. Azt mondja, nem, ugye egy van, akiket kell neked látni, és az Isten. Ugye menj a belső szobába, az egy személyes kapcsolat, és csak Isten, az a fontos, hogy ő mit gondol. Még egy gondolat itt, hogy a gyülekezeti kultúra mi az. Ugye, ha olvasol erről, akár, ahogy mondom, a világi irodalomban, szervezeti kultúráról, azt fogják mondani, hogy fontos látni azt, és igen, akik nagyon becsületesen szeretitek kitölteni a dolgokat, most kell. Jó, hogy figyeljetek erre. Férfiak általában nem, nők ugye ez nagyon fontos. Van, aki haragszik, hogyha valamit nem mondok, és nem tudja beírni, akkor még éjjel sem tud aludni, mert nincs kitöltve. Jó, tehát ugye szóljatok, hogy valamit kihagyok. De fontos látni azt, hogy vannak vallott értékek, és vannak követett értékek. Jó, melyik az, ami talán jobban határozza meg a gyülekezetnek a kultúráját? A vallott érték, vagy a követett, vagy gyakorolt érték? Mit gondoltok? Hogy amit mondunk, vagy amit teszünk? Hát, amit teszünk. Jó. Tehát, és ez nagyon fontos, és erre majd vissza fogunk térni később, de kedves pásztorok és vezetők, hadd mondjam azt, hogyha eljössz egy mondjuk egy éve ezelőtt, eljöttél a vertikális gyülekezet konferenciára, és akkor a négy pillérről volt szó, nem? És lehet, hogy tudod sorolni, lehet, hogy én is tudok, nem tudom, tehát a szégyen nélküli imádat van, az biztos megalkuvás nélküli igéhirdetés, szünet nélküli imádság, és bátor, vagy igen, félem nélküli bizonság. Jó, tehát és lehet, hogy akkor valaki nagyon belelkesedik, és ugye hazamegy a 100 éves gyülekezetébe, és akkor csinál egy kis ilyen nagy táblát, és kirakja az imaház falára, hogy na, ezek a fő értékeink. Ki van írva? És a jövő héten minden megváltozott? Lehet, hogy semmi sem változott meg, nem? Jó, én fogok arról beszélni, igen, hogy fontos, fontos. De attól nem lehet várni, ez csak egy lépés. Tehát, hogy mit vallunk, nem mondom, hogy mindegy. Én azt mondom, hogy az, hogy mi azt mondjuk, na, nálunk az imádság főérték. Ettől a naptól kezdve. Amen. Jó, és a jövő héten lehet, hogy ugyanaz a 3 ember eljön imórára. Vagy lehet, hogy ugyanúgy imádkoznak az imórán, vagy semmi, azt mondja, de miért nem változott? Mi azt mondtuk, hogy főérték. Tehát igazából azt kell látni, hogy nem elég valamit vallani. Ugye, kultúrát alakítani, ez kemény munka. Kemény munka. De hadd mondja azt mindjárt az elején, hogy van ebben segítségünk, a Szentlélek. Jó, hála az Úrnak. Mert én azt mondja, anélkül, akkor valószínűleg nem is tudnánk csinálni, vagy csak egy emberi dolog lenne. Oké, tehát egy kicsit értjük azt, hogy miről beszéljünk, azt mondjuk kultúra, hogy gyülekezeti kultúra, akkor most egy kicsit képen vagytok. Jó, tehát ezek azok a dolgok, amik csak természetesek, nem is nagyon kell hajtani ezeket, vagy beszélni róluk. Ez mindig így volt, mindig így lesz, mindenki így csinálja, mert mindig így csináltuk. Tehát néha azt mondjuk, hogy hagyományok, vagy szokások, de mi itt azt mondjuk, hogy ezek a hagyományok és szokások alakítottak egy kultúrát a te gyülekezetedben. Jó? Miért fontos a kultúráról beszélni? Miért fontos erről beszélni. Talán semmi más nem fogja jobban ugye, meghatározni a gyülekezetnek a jövőjét, mint a kialakult kultúrája. Tehát, mivel én ezt tudom, tehát nagyon, nagyon gondolkodom, és nagyon tudatosan próbálok gyülekezetet plántálni Budapesten. Nagyon tudatosan. Hadd mondjam azt, hogy Esztergomban 24 éve ezelőtt nem voltam annyira tudatos benne. Jó, mit kell csinálni? Hirdetjük az evangéliumot, megtérnek az emberek,
prédikálunk, énekelünk, jó lesz. Hála az Úrnak, az Úr megáldotta azt is. De ugyanakkor én azt láttam, hogy van, aki azt mondja, hát figyelj, tehát mi nem foglalkozunk ilyesmi. Hadd mondja azt, tehát minden gyülekeznek van kultúrája, akár foglalkozol vele, vagy nem. Jó, tehát lehet azt mondja, ne, nincs, de van. És egy gyülekezetben fog alakulni egy kultúra, ha akarod, vagy ha nem akarod. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy hát ezek emberi dolgok, és én nem foglalkozom ezzel, és azt fogod látni, hogy ha akarod, vagy nem, lesz a gyülekezetnek egy kultúrája. Mennyivel jobb azt tudatosan formálni, nem? Most nagyon az elején vagyunk, ahogy mondom, mi meg egy nyilvános istentiszteletet sem tartunk, hanem mi azt mondjuk, hogy csapatépítő alkalmakat tartunk. Én azt mondom, az egyik terület, ahol úgy érzem, hogy már alakul, én azt mondanám, az, hogy a dicsőítés, mi úgy mondjuk, hogy szenvedélyes dicsőítés. Tehát Sámuel mondta tegnap, hogy tehát néha az ima csoportjában, vagy mi az a hétfő esti imórán, jobban, vagy hangosabban énekel a 30 ember, mint a 300 vasárnap. Nem valami ilyesmit mondott. Tehát én azt mondja, hogy nálunk egy 15-20 ember, tehát hihetetlen erővel, és tűzzel dicsőít. Tehát hihetetlen. És én azt mondom, hogy igen, tehát én azt akarom, hogy ez legyen a gyülekezetnek a kultúrája. Miért? Mert aki később jön, mit fog látni? Hát ezek így dicsőítenek, akkor vagy így dicsőítenek, vagy azt mondja, hát én, ez nekem nem jön be, vagy nem tetszik, nem? Tehát valahogy egy kultúrához csatlakoznak, tehát vagy beéleszkednek, vagy beépülnek, mert ez így jó, vagy azt mondják, hú, ez nekem idegen. Úgyhogy én azt mondom, nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, ezzel foglalkozni, és mondjuk a meglévő gyülekezetekben, és én is egy Esztergomban egy meglévő gyülekezetben vagyok, tehát értékelni, hogy mi a gyülekezetnek a kultúrája, mondjuk, vagy milyen az imádatnak a kultúrája nálunk éppen most. És ezt felmérni, megérteni, ez jó, vagy nem jó? Ezen tudunk változtatni? Ha tudunk, akkor hogyan? Majd beszélünk egy kicsit róla. Most ez egy idézet Lou Gerstner-től, ki az IBM-nél volt vezető sok évig, és könyveket is írt meg minden. Ő azt mond a kultúráról, ugye ez megint világi szemszögből, a szervezeti kultúráról mondta ezt, a kultúra nem csupán a játék része, hanem maga a játék. Tehát ő alapvetően azt mondta, mi megnyerjük a játékot, ha a kultúrát tudjuk formálni. Ha nem tudjuk formálni jó irányba, a szervezeti kultúra, egyébként ő átvett az IBM-et, amikor ugye kérdés volt, hogy fog-e tudni, hogy a változásokat átvenni, átvette, és ő úgy döntött, hogy igen, a megoldás itt az, hogy kultúrát kell formálni, változtatni. És azt mondja, a kultúra nem csupán a játék része, hanem maga a játék. Jó, ugye ezt mondtam már, hogy sokszor kihirdetjük a vallott értékeket, és csodálkozunk, hogy nem változik semmi. Miért nem? Mert a kultúrát nem változtattuk meg. Tehát át kell formálni a kultúrát. Ha nem formáljuk át a kultúrát, majdnem mondanám, hogy hiába mondjuk ki, hogy most na ez az értékünk, ez a fő értékünk. Tehát a kultúrát kell alakítani. Egy másik hiba, amit sokszor csinálunk, én azt gondolom az, hogy sokszor programokban gondolkodunk, és nem kultúrában. Én azt mondom, hogy amikor ezt hallottam, tehát én ezt megértettem, hogy hát én ilyen voltam az életemben legtöbbször. Jó, tehát mondok egy példát.
Körülnézünk egy gyülekezetünkben, és azt mondjuk, hú, de gyenge az ima élet egy gyülekezetben. Ha gyenge az ima élet, akkor mit kell csinálni? Új programot indítani, nem? Vagy egy képzést, vagy egy új imórát kell indítani. De én mindig automatikusan az volt az első gondolatom, hogy akkor valami programbeli változást kell hozni, valamit a programban. Pár éve ezelőtt, ugye, ahogy mondom, mi ugye belekezdtünk a vertikális gyülekezet látásba, meg ezzel foglalkozni, és akkor láttuk azt, hogy igen, az ima élet gyenge. Mit csináljunk? Indítsunk egy hétköznapi ima estét. Mikor? Hát, próbáljuk azt, hogy keddenként. Keddenként kihirdettük, ugye 80-valány tagú gyülekezetbe, hányan jöttek el? 12-en, 13-an. Imádkoztunk velük, következő alkalom imádkoztunk, beszélgettünk arról, hogy akkor miért nem jönnek mások, próbáltam másokat hívni, bátorítani. Lehet, hogy az időpont rossz, nem? Próbáljuk a hétvégén, mert este nem megy a hétköznapon, akkor szombat estére áttettünk. Tudjátok, hogy hányan jöttek el? Körülbelül ugyanaz a 12 ember. Nem? Próbáltunk alkalom előtt, próbáltunk ide tenni, oda tenni, és gyakorlatilag ugyanazok az emberek jöttek, akárhova tettük. És rájöttem arra, hogy úgy nem azon múlik most, hogy pontosan melyik időpontban van ez az imóra. Most nem mondom, hogy nem kell tudomásul vagy figyelembe venni, hogy egy időpont jó vagy nem jó, de én azt akarom mondani, hogy amit én programokban gondolkodtam, nem értettem azt, hogy van egy probléma, hogy csak 12 ember van a 80-ból, akiknek valóban érték az imádság. Nem? Nem ez az alap probléma. Tehát jó, lehet, hogy pár ember tényleg nem tudott volna eljönni, úgyhogy nem akarok most általánosítani, főleg a esztergomiak, akkor azt mondják, hogy én így beszéltem, de én azt akarom mondani, alapvetően ez a probléma, nem? Hogy 12, 13, 14 ember gondolja, hogy valóban főérték, hiába mondja a pásztor, most ezen túl négy pillér és az imádság az egyik, 12 ember van, aki ezt elhiszi, és komolyan gondolja. És lehet, hogy eddig is elhitték, és komolyan gondolták. Tehát mit kell nekem csinálni? Akkor a 68 taggal, tehát kell nekik mit, tehát egy gondolkodásmódot átformálni, kultúrát átépíteni, átformálni, hogy valóban elhiggyék azt, hogy főérték. Nem? És hogy a gyülekezeti kultúrában is valóban főérték legyen. Jó, erről beszéltünk itt, hogy valami a gyülekezet kultúrájához tartozik, akkor természetes lesz. Hajtani nem kell azt a dolgot, nem mondom, hogy nem kell foglalkozni vele, csak azt mondja, hogy maximum ápolni kell. Jó, és az ápolás azért fontos. De hadd mondja azt, ha a te gyülekezetedben a kultúrájának a része az, hogy imádkozunk, és nem csak egy olyan gyülekezet vagytok, ahol imádkoznak, hanem egy imádkozó gyülekezet vagytok, akkor természetes lesz az imádság. Lehet, hogy nem is kell programokat szervezni. Miért? Mert maguktól szervezik, maguktól jönnek össze imádkozni. Miért? Mert valami belülről hajtja őket, nem? Tehát valami bennük van. Ha ez fontos, akkor csináljuk. Most nem mondom, hogy nem kell szervezni semmit. Én csak azt akarom mondani, hogy mi azt akarjuk, hogy valahogy annyira része a gyülekezeti kultúrának, hogy természetes dolog. Ha
benne van a gyülekezetek a DNS-ében, hogy imádkozni kell, és ez egy fő érték, és a pásztor kihirdeti azt, hogy most fontos döntés van előttünk, vagy fontos evangelizáció van előttünk, és most egy hétig össze fogunk jönni imádkozni, akkor jönni fognak az emberek az imórákra, nem? Miért? Mert bennük van az, hogy természetesen most imádkozni kell, akkor megyünk és imádkozunk, mert hiszünk az imádságnak tehát az erejében, vagyis az Isten erejében, aki meghallgatja az imádságokat. Tehát alapvetően ezeket nem kell hajtani. Mint pásztor, olyan sokszor úgy érzem, hogy hajtottam. Sok mindent hajtottam. Nem? Evangelizálást, missziót hajtani, imádságot hajtani, ezt kell hajtani, azt kell hajtani, és próbálni, úgymond ráhatni az emberekre, motiválni őket, és igen, kell ezeket csinálni, de hadd mondjam azt, ha kultúrát tudjuk formálni, akkor nem kell erőködni. Ha be tudjuk építeni egy gyülekezeteknek a DNS-ébe az imádatnak a kultúrája, akkor nem kell hajtani. Ha beépíted az imádságnak a kultúráját, ha beépítjük az ige iránti mély tisztelete a kultúrája, akkor nem kell vitatkozni arról, hogy most hát a Biblia igaz, vagy nem, vagy most vegyük komolyan az igét, vagy nem. Ha beleépítjük a DNS-ébe, akkor az emberek azt értik. A Biblia? Hát akkor ez így van. Tehát akkor mi nem vitatkozunk a Biblia. Hát a Biblia azt mondja, akkor nem. De beépítjük. A témánk, ugye nem az imádat, a témánk nem az ígérdetés, vagy az ige iránti tekintélye, a témánk az imádság. Azt jelenti, ha a gyülekezetünk ima életét meg akarjuk erősíteni, akkor nem programokat kell szervezünk, hanem kultúrát kell formálnunk. Melyik a könnyebb? Programot szervezni, vagy kultúrát alakítani? Átforma. Hát programot szervezni, jó, ha jó szervező vagy, az semmi, nem? Kultúrát építeni, hadd mondja azt, ez is egy kihívás egy új gyülekezetben. Kultúrát változtatni, hú, az még nagyobb kihívás, nem? Átformálni egy már megrögzült kultúrát. Nem egy egyszerű dolog. Fogok adni nektek egy-két gondolatot, és szeretném, hogy egy kicsit dolgozzatok, mert az új plántálásban akkor van három házas pár, akik ugye mi az elejétől kezdve, akkor kaptuk a látást együtt, és próbáljuk csinálni. És akkor ugye mi leültünk beszélgetni, és akkor mi arról beszéltünk, hogy akkor most jó kérdéseket kell feltenni. Jó, tehát amikor kultúráról beszélünk, én azt mondom, fontos, hogy a megfelelő kérdéseket tegyük fel. Nem? Nem az a baj sokszor, hogy nem tudjuk a jó válaszokat, hanem az a baj, hogy a jó válaszokat tudjuk a rossz kérdésekre. Értitek? Nem a megfelelő kérdéseket teszünk fel. Nem a megfelelő kérdésekre keressük a választ. Tehát, ha kultúrát akarunk alakítani, vagy építeni az imádság területén, akkor itt egy kérdés, hogy néz neki gyülekezetünk, ha az imádság valóban főérték lenne. Például. Miért jó egy ilyen kérdés? Mert tudnunk kell azt, hogy mit szeretnék látni, nem? Bizonyos értelemben a célt kell tudnunk. Mert könnyű azt mondani, igen, az imádság kultúrája, legyen meg a gyülekezetben, de az hogy néz ki? Hogy néz ki az imádságnak a kultúrája? Hogy néznek ki a te gyülekezetedben? Jó, tehát akkor a kultúra az, hogy főérték, hogy valóban nem csak valljuk ezt, hanem
követjük ezt. Tehát mit jelent az? A jó kérdés az, hogy ez hogy nézne ki? És lehet, hogy a válasz más-más üdegezetben más lesz, nem? Lehet, hogy másként fog kinézni egy budapesti gyülekezetben, mint egy vidéki gyülekezetben. Lehet. Lehet. Lehet, hogy másként fog kinézni Magyarországon, mint Erdélyben. Vagy Pakisztánban. Nem? Úgyhogy túlságosan, ugye Dorka István beszélt a recept könyvekről, nagyon szeretnék ezt kikerülni, tehát, hogy recepteket, és nem akarok recepteket adni nektek. Jó, a megfelelő kérdéseket. Úgyhogy most kérlek benneteket. Jó, tehát én azt mondja, a legjobb lenne, hogy egy ketten vagy hárman együtt dolgoznátok, de hogyha valaki azt mondja, inkább egyedül, jó, tehát ez döntsd el. De erre a kérdésre szeretnék adni most 5 percet. Jó, tudom, hogy nagyon kevés, de most egy vezetőségnek az idejét nem tudom adni nektek, jó, hogy 3 órán keresztül, vagy hallottam olyan vezetőségről, hogy éjfélkor van vége, úgyhogy nem tudom, meddig szoktatok tárgyalni, de annyi időt nem tudok adni nektek, csak egy kicsit elindítani egy gondolatmenetet, jó? Úgyhogy együtt dolgozzatok kettesével, hármasával, vagy egyedül, mindegy nekem, de írjál fel, ha van tólad, ha nem, akkor fejedben, csak egy 2-3 dolgot. Hogy ha tényleg főérték lenne a gyülekezetben, akkor ezt látnánk. Mit látnál a gyülekezetedben? Írjál fel egy pár dolgot. Jó, adok 5 percet erre. Dolgozzatok, gondolkodjatok, beszélgessetek erről. Oké, letelt az idő. Tudom, hogy lehet többet beszélni erről. Sőt, javasolnám is, hogy gyülekezetenként folytassátok otthon ezeket a beszélgetéseket. De szeretnék hallani tőletek, jó? Csak egymás után egy dolgot mondjatok, tehát, hogy valaki álljon fel, és azt, na, ha igen, ha tényleg főérték lenne egy gyülekezetünkben az imádság, akkor ezt látnánk, vagy ha főérték lenne, akkor mi ezt látnánk, vagy ezt szeretnénk látni. Egy-egy dolgot mondjuk el, jó? Tehát valaki kezdje a bátran. Hadd halljuk, mire jutottatok. Igen, itt erről? Jó, tehát beépül a szívünkbe, fontosnak tartjuk, és akkor imádkozunk másokért. Igen, van, aki mások? Egy olyan kérdés merül. Jó, megújulna a gyülekezet, ébredés lenne, ámen. Jó, akkor... Nyitottság Isten felé, egymás felé, egészen hátul, jó hangosan. Másikat küdömnek tartjuk. Jó, köszönöm. Meg akkor itt volt valaki, a hölgy, és utána Ádám. Jó? Aha. Jó, hogy nagyobb hit tudnátok előre lépni, igen. Nem akarok senkit kihagyni. Ha benned van valami még, akkor hátul, bocsánat, és utána erről. Aha. Nagyon jó. Aha. Jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Köszönjük. Oké. Okay. Jó. Jó. Itt le fogjuk állítani, csak hogy tudjunk tovább lépni. De a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy kellenek ezek a fajta beszélgetések. De én azt gondolom, hogy a vezetőségén mi is ezt tapasztaltuk sok éven keresztül, hogy mi ugye programokat szervezünk, problémákat próbálunk kezelni. De hol van az, hogy leülünk és átgondoljuk, hogy akkor most jó, értékeljük az imádság, akkor hogyan, tehát mit szeretnénk látni? Hol van az, hogy álmodunk arról, hogy milyen lenne az a gyülekezet, ami imádkozik, és arról beszélünk, vagy kérjük Istentől a vezetést ebben. Tehát fontos vezetőségi alkalmakon, fontos kis csoportokban, fontos a kisebb gyülekezetekben, akár az egész gyülekezet is összeül és beszélget arról, hogy akkor most akarjuk, akár ez a kérdés, hogy főérték legyen az imádság, tehát ezt tényleg úgy gondoljuk, hogy ez fontos, és ha igen, akkor ez hogy nézne ki, és mit jelentene. Oké. Második kérdés, amit mondtam,
Mit tehetünk annak érdekében, hogy az imádság a gyakorlatban is főérték legyen? Jó, tehát az első kérdés elég kicsit álmodozunk, hogy próbálunk elképzelni, hogy milyen lehetne. De a következő kérdés azt jelenti, hogy akkor most hogyan, akkor mit tudunk tenni? Most lehet itt egy program, de lehet, hogy nem. Tehát én szeretném most megint adni 5 percet, akár megint ugyanazokban a kis csoportokban beszélgetni, vagy egyedül, ha az jól ment neked, dolgozni, hogy és akkor megint tudom, hogy nincs sok idő, de hogy egy-két dolgot tudtok felírni, egy konkrét lépés, egy vagy két konkrét lépés, ami esetleg előmozdítaná ezt a dolgot a gyülekezetedben, és a kultúrát valahogy mozdítani. Jó? 5 perc, akkor megint dolgozzatok egy kicsit. Oké. Most is szeretném hallani ezekből jó néhányat legalább. Úgyhogy próbáljatok befejezni, és akkor tőletek, jó? Tehát megint bátran, ha most konkrét dolgokat, lépéseket, amiket esetleg úgy gondolod, hogy ez segítene ebben. Jó? Itt, hátul. Jó, oké. Erősebben meg kezdeményezi, oda megy, imádkozik, mások látják. Oké, valaki más? Igen? Nagyon jó, nagyon jó. Igen, ima meghallgatásokat elmondani, megosztani, hogy mások is hallják. Igen? Jó, oké. Fogok erre visszatérni, tehát mert azt mondja, megérteni, hogy miért fontos, igen, hogy ezt hogyan fogjuk csinálni, vagy hogyan lehet, igen, itt. Ja, igen. Tehát akkor neked kell előjárni ebben, ezt mondom, hogy példát mutatni, igen. Itt. Jó. És megkérdezettem, hogy hogy alakult, vagy hogy indultak ezek, vagy azt mondod, hogy spontán, tehát akkor maguktól. Aha. Jó, tehát akkor nem mindenki hallotta itt a más, tehát ilyen 2-3 fős csoportok összejönnek imádkozni, együtt imádkozni. Valaki még volt itt, vagy az, igen? Első helyre tenni. Igen, tehát itt a hangsúly az volt, hogy kultúrát kell formálni, de lehet, hogy a kultúrát formáljuk a programok által, csak ne gondolkodjunk, hogy a program maga a megoldás. Tehát ezt akartam kifejezni, de igen, félreérthető, amit mondtam, igazad. Úgyhogy folytasd nyugodtan. Jó. Jó, akkor igen, hogy meg tudják ezt ízlelni, valahogy akkor bemutatni, lehetőséget ad. Igen? Igen. Jó. És kik vannak a szülői pozícióban, a gyülekezetben, bizonyos értelemben? A vezetők, nem? A pásztor vezetők. Tudom, hogy nem pontosan ugyanaz, de hasonló. Jó, tovább kell lépnünk, mert szeretném, hogy még imádkoznánk is a végén, ugyanezekben a kis körökben, vagy csoportokban. De sok jó elhangzott, és tudom, hogy nagyon kevés időt adtam rá. Megint a biztatásom az lenne, hogy gyülekezetekben vezetőségek, kis csoportok, stb. Beszélgessetek erről hosszabban, akár az igét is elővenni, tanulmányozni az igét együtt, hogy nézett ki az új szövetségi gyülekezetben, mit olvasunk az abcselben, milyen imóráik voltak, akkor mit tanulunk. Tehát, hogy legyen ez egy téma. Jó, de nem akarunk megint kész válaszokat adni, vagy receptet adni, hanem hogy legyen ez egy téma. Azt is mondanám, hogyha lépne egyet. Kérhetnék egy segítséget, mert úgy látszik, nem veszi egyet lépni a következő diára, vagy nem akar reagálni. Oké, itt van. Na, támaszkodna az Úrra. Tehát én azt mondja, imádkozni, kérni Istennek a vezetését. Tehát leülni a vezetőséggel, leülni a kis csoporttal, a kis gyülekezettel, és azt mondja, Uram, te taníts minket imádkozni. Mit csináljuk?
hogy mondom, lehet, hogy a te gyülekezetedben más lesz. Ugye Sámuel beszélt arra, hogy hétfő esti imó óra, és lehet, hogy mindenki hazamegy, és azt mondja, jó, ezen túl hétfő este 6 órakor, ugye, akkor mi összejövünk imádkozni. És lehet, hogy egy hónap után feladod, mert nem jött senki. Nem biztos, hogy nálatok, tehát Sámueléknál működött, nem azt jelenti, tehát nem ne azt nézd, hogy pontosan mit csinált Sámuel, hanem nézd, hogy Sámuel is kereste biztos az Úrnak a vezetését, és az Úr ezt mondta, hogy ezt tedd, és akkor az Úr áldása van rajta, de lehet, hogy nektek más lesz. Lehet, hogy nem egy szervezet, hogy mindenki jön egyszerre, lehet, hogy kettesével, hármasával fognak össze. Lehet, hogy ima párok lesznek a gyülekezetben. Kötelező, hogy akkor egy gyülekezeti ima alkalom legyen, ahol mindenki eljön. Csak így lehet? Nem lehet esetleg párokban megoldani, vagy a kis csoportokban meg. Tehát én azt mondom, hogy nektek kell erről beszélni, és keresni, kérni Istent, hogy vezessen titeket. Tehát a fontos itt nem a pontos recept, hanem az, hogy igen, mi akarjuk, hogy ez érték legyen. Hogy tudjuk ezt csinálni? Szeretnék csak néhány gondolatot adni. Hirdess ki, hogy főérték. Jó, tehát mondtam azt, hogy az, hogy ki hirdetted, az kevés. De nem azt jelenti, hogy ne hirdess ki. Jó, tehát nálunk én azt gondolom, hogy mindazt gyagomban, hogy fölmész a honlapunkra, és olvassod, hogy mik az értékeink, azt fogod látni, hogy a 4 pillér ott lesz kiírva. Tehát a gyülekezetünk a falára van egy régebbi változatot, 7 dolog van felírva, és tehát jön egy vendég, mindig mondják, hogy hú, de jó, hogy ott van ez a 7 dolog felírva, hogy mik az értékek a gyülekezetben. Tehát legyen kihirdetve, mert ezzel a vezetőség vagy a pásztor azt vállalja, hogy igen, mi ezt akarjuk, nem? Mi ezt akarjuk. És kifejezzük, kihirdetjük, hogy igen, ezt akarjuk. Taníts az imádságról. Ugye valaki azt mondta, hogy igen, kell, hogy megértsék, hogy mennyire fontos. Jó, tehát akkor lehet, hogy kell erről tanítani, lehet, hogy egy sorozatot kell tartani, lehet, hogy valakit kell meghívni, lehet, hogy egy egész hetes valamit kell, vagy lehet, hogy vasárnapról vasárnapra, vagy nem tudom, de valahogy kell erről tanítani, mert lehet, hogy a gondolkodás kell nekünk formálni. Ahhoz, hogy a kultúrát formáljuk, a gondolkodás kell, hogy másként gondolkodjanak az emberek is, akkor lehet, hogy erről tanítani kell. Imádkozz a változásért. Erről már beszéltünk, de én azt mondom, ez a láthatatlan rész is lehet. Lehet, hogy a pásztor egyedül imádkozzék, lehet, hogy utána a vezetőséggel és elkezdenek imádkozni. Uram, taníts minket imádkozni, formálj bennünket az imádság területén. Uram, te látod, hogy mennyire gyenge az ima élet a gyülekezetünkben. Akarunk ebben előrelépni, te taníts bennünket, formálj bennünket. Jó, tehát elkezdünk ezért imádkozni. Mutass példát, ez elhangzott talán 2-szer is. Tehát egy pásztor, tehát nem lehet azt mondani, hogy itt van az ima szolgálatnak a vezetője, ő majd vezet bennünket az imádságban. Én készülök az ígéretésre, vagy evangelizálok, vagy mi, ő majd vezet. Azt üzenitek, hogy az imádság az néhány embernek a dolga, nem? Tehát ha ez főérték, ez mindenkinek a dolga, nem? Tehát a főérték, és ha én, mint pásztor, és nem feltétlenül neked kell vezetni, sőt, én azt gondolom, hogy vannak, akik jobban tudnak vezetni egy ima csoportot, mint én, akkor én a legnagyobb örömmel átadom nekik a vezetést, és ülök, és követem a vezetésüket az imádságban. Amen. De ha én nem vagyok ott, ha nem elég fontos nekem, akkor valószínű, hogy mások is azt fogják mondani, hogy hát akkor nem annyira fontos. Tehát elő kell járni ebben, nem azt jelenti, hogy neked kell feltétlenül mindent megcsinálni, de ott kell lenni. Vond be az imaharcosokat, ez hasonló. Tehát hála az Úrnak vannak ilyenek a gyülekezeteinkben, akik ima harcosak. Remélem, hogy van. Jó, tehát, hogy van egy 10 tagú gyülekezet, de valószínű, hogy van egy legalább. Jó, ha van egy nagyobb, valószínű, hogy több van. Vannak olyanok, akik, amikor hallanak most engem,
tehát drukkolnak, és azt mondja, igen, így van, ez kell, mert évek óta ez van benned, és ez hajt téged, és ha van egy ilyen ember a gyülekezetedben, vedd magad mellé, és imádkozz velük, és lehet, hogy nekik kell akkor vezetni, és te engeded, de te állsz mellettük, ahogy vezetik, és lehet, hogy nagyon kreatívak abban, hogy lehet egy imórát szervezni. Én nem vagyok nagyon kreatív, tehát ez nem az erős pontom, és vannak olyanok, akik olyan jó ima alkalmat tudnak szervezni, egy ima sétát, én azt se tudnám, hogy akkor most mit kell csinálni, és akkor egy olyan jó ima sétát tudnak szervezni. Tehát akkor vedd igénybe őket, és von magad mellé, vagy von be őket, és azt mondja, igen, segíts nekünk, mi akarjuk erősíteni az ima életet a gyülekezetünkben, és úgy látjuk, hogy ez nagyon a szíveden van, és akár ajándék is van erre, akkor segíts nekünk. 6. Oké. Kezd valami újat. Miért? Jó, tehát én egyrészt én azt mondanám, ha a vezetőség és a pásztor azt mondja, ez gyenge pont, nagyon érdemes kiállni és bevallani. Jó? Bevallani azt, hogy ezt, kedves tagok, nagyon rosszul csináltuk, én vagyok ebben hibás, nem volt elég fontos nekem, de most fontosabb lett, és tehát valahogy azt mondani, hogy most valami újat csinálunk, amit eddig csináltunk, az kevés volt, amit eddig csináltunk, azt nem vettük elég komolyan, amit eddig csináltunk, tehát valahogy egy új kezdetet hirdetni a gyülekezetedben, hogy ezen túl ezt szeretnénk, és kimondani, hogy igen, ez egy harc lesz, ez nem lesz könnyű, az kitartás kell, de vállalni azt, hogy új. De hadd mondja, az akkor is, ha valamilyen szinten működik nálatok, én azt gondolom, hogy az imádságban is, tehát kell egy frissítés, kell új dolgok. Tehát az utóbbi pár évben, ahogy mondom, tehát imaséták, tehát nagyon, nagyon jó dolgok lehetnek, különböző a város különböző pontjai menni, imádkozni témákért, vagy akár személyesen minden pontnál egy másik témát kapsz. Tehát imaséták, valaki beszélt imaészakákról, imaészaka, tehát többféleképpen lehet. Tehát, hogy másként, lehet, hogy más formában, nem mindig az, hogy egy valaki mond egy igét, utána mindenki egymás után imádkozik, hanem párokban imádkozunk, egyszerre félhangosan imádkozunk, tehát így imádkozunk, úgy imádkozunk, tehát valami frissességet, újat. Jó, már ott van. Említsd és ünnepeld az ima meghallgatásokat, valaki ezt nagyon szépen mondta. Tehát akarjuk bátorítani az embereket az imádságra. Ha az emberek azt hallják, hogy itt egy ima meghallgatás, ott egy ima meghallgatás, egy harmadik, tehát ha valaki, egy pásztor vagy, és hallod azt, hogy ima meghallgatás, akkor mondd, na gyere, mondd el a gyűlének. Muszáj elmondani. Miért? Mert ez bátorítja a többieket, hogy igen, van értelme és van haszna. Na ezek csak gondolatok. Nektek kell a saját helyeteken, saját helyzetetekben ezeket tovább vinni. Tegyétek fel ezeket a jó kérdéseket, beszélgessetek, imádkozzatok, legyen nektek fontos, és értsétek meg, hogy kérhetni valamit, az jó, de ez csak a kezdés. Kultúrát átalakítani, ahhoz idő kell, kitartás kell. De erre bátorítok benneteket. Mielőtt befejezzük, és tehát szeretném, hogy imádkoznátok, jó? Ha már van egy kis kialakult kis pár vagy kör ott, akkor imádkozzatok ezekben a párokban, ha egyedül szeretnél, az is jó. De szeretném, hogy egy pár percet szálljunk arra. Imádkozzatok a saját gyülekezetedért, az ima életért abban a gyülekezetben, kérjétek Istennek a vezetését, áldását ebben. Jó, imádkozzatok, én majd mindjárt befejezem az imádságot. Menj, Atyánk, kérünk téged, hogy taníts minket imádkozni. És kérünk téged, Urunk, hogy hadd legyen az, hogy ne csak egy fellángolás legyen itt a szívekben, hanem legyenek
tovább lépések minden gyülekezetben, Uram, legyenek beszélgetések az imádságról, az imádság témájáról, legyen ez egy fő téma vezetőségi megbeszéléseken, legyen ez egy fő téma gyülekezetben, gyülekezeti beszélgetésekben, hogy úgy miről kell beszélni, és mi az, ami fontos, és hogy kell ezt erősíteni, Uram, hadd legyen az, hogy beszélgetnek róla, imádkoznak ezért. Uram, te támasz imaharcosokat, és segíts, hogy előkerüljenek a gyülekezetekből azok az imaharcosok, beálljanak ebbe, Uram, élén álljanak, és példát mutassanak, de segíts a pásztoroknak is, Uram, hogy ezt nem tudjuk magunkat felmenteni ebbe, Urunk, hogy mi is erről járjunk a személyes ima életünkben, és a gyülekezeti ima életben is, Urunk, hogy példát mutassunk, hogy ez főérték. Uram, hadd legyen ez, hogy a konferencia után alakulnak ima csoportok, alakulnak ima párok gyülekezetekben, kis csoportokban nagyobb hangsúly súlyt kap az imádság. A gyülekezeti alkalmakon többet imádkozunk, és buzgóban imádkozunk. Segíts, Uram, hogy sokkal-sokkal több ima szálljon fel hozzád, és Uram, kérlek téged, hogy te adj ima meghallgatásokat, és ezekkel erősíts is meg a mi hitünket, és bátoríts bennünket, Urunk, mert hisszük azt, hogy neked kedves, neked egy kedves illat az, amikor te néped imádkozik, Uram, úgyhogy kérlek, hogy gyönyörködj te és a te népednek az imádságaiban, taníts minket imádkozni, Urunk. És formálj bennünket, formáld a gyülekezeteinket, hogy igazi, imádkozó gyülekezetek legyenek a te dicsőségedre. Amen. Szóval áldja meg benneteket, és jó étvágyat kívánok az ebédhez.